Sikerült teljesíteni, mai napon túl vagyunk, szerviz van, úgy tűnik minden rendben van, nem volt semmilyen probléma. Hát az első kör az nagyon csúszós volt, attól tartottam, de szerencsére jó navigátorral is segítséggel megoldottuk a feladatot. A második kör az már azért sokat száradt, és így tudtunk gyorsulni is. Hát a lyukóbányásra úgy éreztük mindketten, hogy gyorsultunk, de az óra szerint egy másodpercet lassultunk, de hát ez egy ilyen, ez is hozzátartozik. Most ez így sikerült, holnap folytatjuk, új erővel kipihentem, és nyomjuk. Egerben sajnos egy technikai hiba miatt, egy vízső kilukadása miatt kellett kiállnunk. Inkább a kiállást választottuk, mint hogy inkább a motor megóvása érdekében. Nagy feladat lesz, mert ugye a 218 km körüli pályák azok terhelősek, főleg úgy gondolom a második körön, amikor már felhordásos is lesz jócskán, nem tudjuk milyen, mennyire vizes, hol lesz saras, hát igyekszünk.
nagyon fárasztó, nagyon nehéz, de most nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Az autó is rendben maradt, mi is rendben maradtunk. Volt egy-két kisebb vezetéstechnikai hiba, ami még az én rutintalanságomnak köszönhető. Az autó jól bírta, nem volt műszaki problémája, és tényleg most már csak egy nagyon kevés van hátra, hogy ez a verseny tényleg azt mondható, hogy vége és célba értünk. Az autónak a küszöbjét sikerült megigazítani egy... Igazándiból nem is tudom, hogy mi volt, az egy ilyen kis apró kavicsokból valami ilyen féldomszerű volt, és oda sikerült felcsúszni, de ki is tudtunk belőle jönni, meg kicsit a küszöbünk bánta, meg egy ötös kanyar után volt egy megforgásunk is, ez a kettő. Ezen kívül minden tökéletes volt. Szerencsére ma azért a három pályából kettő azt száraz volt, egyedül a májunka volt egy kicsit, az azért vizes, meg az saras volt, hát ott észre kellett, de szerintem az mi is, és a mezőny nagy része is jól teljesítette. Nincs még annyi rutinom, hogy bárki az is mérhessen magunkat. Próbálkozzuk, de igazándiból egy fixet tudtunk tartani, és az körül mozogtunk, mindenki körül voltak előttünk is, mögöttünk is, de leginkább magunkkal versenyeztünk, és a maga versennyel.